Fénykorában ő volt a világ egyik legjobb hálóőre. Nélküle a Chelsea csapata nem nyerte volna meg a 2012-es BL trófeát. Fejvédője szinte már védjegyévé vált. De vajon tudjátok, hogy miért viselt mindig védőfelszerelést a cseh kapus? Erre a kérdésre fogunk válaszolni ebben a videóban. Sok futballdrukker már annyira hozzászokott ahhoz, hogy fejvédőben van, hogy fel sem ismerné anélkül. De ez a speciális eszköz volt az, ami megmentette az életét, amíg a pályán volt. Enélkül a legendás kapus az életét tette volna kockára minden lejátszott mérkőzésen. Ahhoz, hogy pontosan be tudjuk mutatni, mi is történt, vissza kell mennünk közel 14 évet az időben. 2006. október 14-én a Chelsea a Reading csapatával játszott. Egy Stephen Hunt-tal való brutális ütközés következtében Petr Cseh súlyosan megsérült. Az ellenfél játékosa a térdével a cseh kapus fejét találta el hatalmas erővel. A Chelsea kapusa a pályán azonnal elvesztette az eszméletét. A stábtagok és a szurkolók is megrémültek. Minden okuk megvolt rá, hiszen betört Petr Cseh koponyája. Emiatt azonnal kórházba is szállították és megműtötték. A cseh kapus olyan sérüléseket szenvedett, hogy többek közt az állkapcsát is fémlemezekkel kellett stabilizálni. Az aznapi lövésekre és az ütközésre sem emlékszem. Az egészet a tévében láttam és nem akarok róla beszélni, csak próbálok a felépülésemre koncentrálni. Hónapokon keresztül volt távol a futballpályától. Cseh elhatározta, hogy erősebben tér vissza, mint valaha. Viszont csak úgy engedélyezték az orvosok a visszatérését, ha fejvédőt visel. Ez teljesen érthető, hiszen enélkül egy újabb ütközésbe akár bele is halhatott volna. Én inkább levenném, ha tehetném. De mindegy, hogy tetszik vagy sem, ez a fejvédő véd meg a külső behatásoktól. Sok dologban hátrátad, például a füledet takarja és emiatt nem hallasz rendesen semmit. De az orvos megtiltotta, hogy levegyem. Ha nem lenne rajtam, akkor nem lennék biztonságban. Ez egy elég nagy akadály. Egy akadály, ami megkülönbözteti másoktól. Egy akadály, ami nem állt útjába annak, hogy megnyerje a BL-t, az Európa Ligát, 4 Premier League trófeát és 4 FA kupát. Mindmáig ő tartja a Premier League-ben a legtöbb kapott gól nélkül lehozott meccsrekordját. 202 alkalommal volt képes erre. Egészen elképesztő teljesítmény. Ezen felül neki nem találtak be az ellenfelek az aktív éveiben a leghosszabb ideig. Egyhuzamban 2025 percig maradt érintetlen a hálója. Rögös út áll mögötte. De az, amit véghez vitt a történtek ellenére, mindenki számára követendő példa. Ő egy igazi példakép. Mióta visszavonult, a futball után sem hagyta abba a sportot. A jéghoki szerelmesei és a cseh drukkerek örömére. A cseh hálóőr már a Guildford Phoenix hoki csapatának kapuját őrzi. Hiszen egy kapus mindörökre kapus marad. Szerinted melyik kapus tudja majd megdönteni Petr Cseh rekordjait? Egyáltalán lesz még egy olyan kapus, mint ő? Válaszaidat írd meg kommentben. Hajrá magyarok, hajrá félidő!